Sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon sok ismerős arc van, hiszen sok-sok éve születése óta halmozottan sérültek szülőszövetségén azért rajta tartom a szemem, és tudom, hogy amióta a Heves megyei szülőszövetség kivált, azóta is igen aktívan tevékenykednek, nagyon sok rendezvényről hallok, amire tudok, el is jövök, látom, hogy kollégák is érkeztek, szakemberek is, úgyhogy megpróbálok az felkérésnek megfelelni abban a formában, hogy egy kicsit a címben szereplő kifejezéseket körüljárjuk, hogy hogyan is kell ezt érteni. A hazai helyzet az jelen pillanatban mondhatni nem a súlyosan halmozottan vagy a halmozottan fogyatékos gyerekek, fiatalok és felnőttek esetében nehéz vagy átláthatatlan, hanem csak az egész köznevelés és az egész szociális és az egész egészségügyi ellátás rendszerben borzasztó nehéz eligazodni, hogy ki kit tart fenn és kinek milyen feladatellátási kötelezettségei vannak itt az államosítás kellős közepén, ami ugye egy hónappal ezelőtt hirtelen bekövetkezett. Tehát ezért például a köznevelési ellátások hogy fognak alakulni, az egymásnak ellentmondó jogszabályok és nehezen értelmezhető, ha akarom, vemhes, ha akarom, nem, jogértelmezés mentén, azt jelen pillanatban még nem tudjuk. Azt szeretném mondani, hogy az egyik legfontosabb mondandóm mára, hogy csak együtt fogjuk ezt tudni végigvinni és megcsinálni, hogy mindenki pozitívan viszonyuljon a kérdésekhez és feladatokhoz, akkor talán elérünk valamit. Ugye elindulhatunk onnan, hogy mi az a fogyatékosság, az egészségügy, a szociális, a köznevelés, mindenki más, hogy értelmezi. Egy nagyon fontos elemet szeretnék ebből kiemelni, hogyha végignézzük a középső sort, hogy van valamiféle biológiai, eredetű, egészségügyi értelemben vett fizikai, testi károsodás, a történet hátterében, de ez önmagában még nem feltétlenül okoz nehézséget vagy életvitelbeli problémát, csak akkor, hogyha valamely tevékenységében ezt a szemét az a bizonyos testi strukturális, tehát szerkezeti vagy működésbeli funkcionális elváltozás valamely tevékenységet megakadályozza, amiben értjük azt, hogyha valakinek nincs keze, akkor a kézzel írás tevékenységét ugye nem tudja kivitelezni. Meg lehet találni természetesen azokat a módokat, amivel ő meg fog tanulni írni. Vagy hogyha valaki nem tud beszélni, mert mondjuk olyan központi idegrendszeri károsodása van, és itt is nagyon sokat hallottunk a kommunikációról, ami e-népesség esetében is egy nagyon komoly nehézség, akkor meg lehet találni azokat az alternatív csatornákat, amin keresztül mégiscsak szót értünk egymással, hiszen ha azt mondom, hogy halmozottan sérült és társadalom, a társadalmi együttélésnek az egyik szabálya, vagy alapvető kritérium, hogy kapcsolatba tudjunk egymással kerülni, akármilyen csatornán, most ugye szemkontaktussal próbálok kapcsolatba kerülni a résztvevőkkel. Ugyanakkor, ha ez a tevékenység akadályozott, az életkori sajátosságoknak megfelelő, vagy elvárható tevékenység, akkor az meg fogja nehezíteni a társadalmi életben való részvételt. Tehát, ha például egy mozgáskorlátozott gyerekről van szó, aki például a közintézmények, köznevelési intézmények nem akadálymentessége miatt nem tud iskolába járni, ezzel az ő életkori sajátosságának megfelelő közösségi élet már nehezített, vagy akadályozottá válik, tehát nem tud részt venni a kortárs életben. Ez nyilvánvaló, hogy a halmozottan fogyatékos népesség esetében még sokkal gyakrabban megtörténik. Jó, megteszem. A következő kérdés, hogy kik a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek. Nálam sokkal jobban tudják itt a jelenlévők nagy százalékában, akik önmaguk is ilyen gyereket nevelnek, és megsugom, hogy mindig a szülők előtt izgulok a legjobban, hiszen van egy csomó dolog, amit ők saját élmény mentén sokkal jobban tudnak. Mentségemre legyen mondva, hogy járom a kálváriát én is, nem közvetlenül, csak egy lépéssel odébb, egy halmozottan fogyatékos 10 éves unokahúgommal, ahol van egy elég jól felkészült és a rendszert jól látó mentor a háttérben, szerény személyemben, és mégis hihetetlen harcokat
vívunk attól, hogy ő nem beszél, egyébként nem értelmi fogyatékos, vagy csak enyhe értelmi elmaradás van, egyébként járóképes, tehát nem súlyosan mozgáskorlátozott, de a nem beszéd miatt egyszerűen mindenhonnan potyog ki ez a 10 éves lányka, és a végén reményeim szerint el fog indulni az a kis 2 perces fényképsorozat zenével, amit ő üzen, és a húgom felhatalmazott rá, hogy ezt terjesszem az országba. Tehát korai károsodás áll fönn az esetek 90%-ában, ugye nagyon összetett a tünetegyüttes, ezért nagyon nehéz megtalálni a megfelelő csapatot, aki segíteni tud, hiszen itt egy személyben polihisztorok nem léteznek, akik egyszerre tudnak mozgás, kommunikáció, értelem és egészségügyi nehézségek, társuló betegségek, epilepszia és egyéb kapcsán kompetensen működni. Szükséges a teljes csapat, amit majd mindjárt mutatok, hogy kik a tagjai. Tehát motoros, mozgás, szervi, kommunikációs eltérések a legszembetűnőbbek. Nem sokára mutatom, hogy milyen gyakran fordulnak ezek elő. A körülbelül most 2400-2500-ra tehető közoktatási ellátásban található népesség esetében, akik természetesen rendelkeznek azzal a nagyon bosszantó tulajdonsággal, hogy 18 éves koruk után felnőttek lesznek, és ezért a fiamnak is elmagyaráztam annak idején, amikor 9 évesen azt mondta, hogy szeretne felnőtt lenni, és mondtam neki, hogy ne siess öregem, 18 éves korodig leszel gyerek, már túl vagy a felén, és utána még nagyon-nagyon sokáig felnőttnek kell lenned. Ugyanez vonatkozik a halmozottan fogyatékos emberekre is, hogy mi nagyon gyakran a gyerekekről beszélünk, de ők felnőnek. Nagyon örülök, hogy a filmet láthattuk az elején, hogy igen, felnőnek, és ők utána még nagyon sokáig felnőttek lesznek, mert teljesen simán ők is 50-60-70 évig élnek köztünk, tehát nem csak gyerekekről kell beszélni, ez viszont nem jelenti azt, hogy ők felnőttként meggyógyulnának, vagy elhagynák a halmozott fogyatékosságaikat, vagy nehézségeiket, tehát ezért rájuk ugyanúgy vonatkozik a történet, és ha tanköteles van 2500, akkor szorozzuk fel, hogy a 6-18 éves az körülbelül ennyi van, hogy akkor vajon összesen hány ilyen emberről beszélünk az országban. A címemben szerepelt az, és a társadalom. Ki a társadalom? Ilyenkor mindig megszoktam kérdezni. Ha földaraboljuk a szót, úgy kezdődik, hogy társ. De ki az a társadalom? Ha egy fogyatékos szemét veszünk, aki itt ül a kerekesszékben szimbolikusan a kép közepén, ugye vannak körülöttük szülők, testvérek, szomszédok, rokonok, jó esetben pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, orvos, szakorvos, osztálytársak, ha iskolába jár, és vannak távolabb jogi szakemberek, szociális szakemberek, beleértve egészen a döntéshozókig. Magyarul mi, akik most így csücsülünk ebbe a teremben, mi vagyunk a társadalom. Az, hogy a halmozottan fogyatékos emberek élete milyen, az csak és kizárólag azon múlik, vagy azon múlhat, hogy mi, akik itt ülünk a teremben, szülők, testvérek, rokonok, szomszédok, gyógypedagógusok, pszichológusok, szakértők, döntéshozók, ügyvezetők és projektmenedzserek, mi hogy viszonyulunk adott helyzetben, befogadók vagyunk, vagy kirekesztők vagyunk, elhatároljuk-e magunkat a halmozottan fogyatékos, vagy a fogyatékos népességtől, vagy pedig azt gondoljuk, hogy a saját helyünken, tehát egy szomszédnak is nagyon fontos szerepe lehet abban, hogy gyere, szaladj már át és nézzél rá, mert el kell mennem a postára. Ilyen szinten érthető a társadalom, a szűktől fokozatosan bővülő körben beleértve a jogi szakembereket, akik megírják a jogszabályainkat, és utána nekünk kell a hétköznapok szintjén alkalmazni, de a halmozottan fogyatékos embereket sem annyira érdekli, hogy mi szerepel a jogszabályokban. Az ő jóllétükhöz arra van szükség, hogy egészségesen éljenek a saját maguk lehetőségeik, adottságaik és képességeik, készségeik mentén, hogy jól legyenek. Mindannyian arra törekszünk, hogy jól legyünk. Ugye ez szokták a wellness-szel fordítani, de ez nem egy anyagi jól lét, hanem egy testi, lelki, szociális jól lét szükséges mindenki számára.
Nagyon tetszett a filmben az édesanyák nyilatkozata arról, hogy küzdöttek meg a nehézségeikkel, hogy küzdöttek meg azzal, hogy sérült, fogyatékos gyereket neveltek fel, és hogy tudták pozitívan értékelni ezt, hogy ők mennyi mindent kaptak ettől. Nagyon fontos, hogy egy halmozottan fogyatékos ember jól van akkor, hogyha ezek a szükségleteik meg kielégítetnek, és nem nagyon érdekli őket a köznevelési törvény 97. paragrafusa sem. Ők úgy akarnak élni, mint a többiek. Magyarul, ha normalizációról beszélünk, mindig ilyen hangzatos elveket szoktunk emlegetni. A normalizáció az azt jelenti, hogy pont olyan átlagos és normális életet élhet egy 13 éves halmozottan fogyatékos gyermek, mint az én 13 éves, 7. osztályos fiam, aki azért szeret főleg iskolába járni, mert jó a csapat, és jó a társaság. Tehát az osztályból soha nem hiányzik senki, nem betegek a gyerekek, mert ha éppen hányt az éjjel, és lázas, és otthon kell maradni, 10 órakor már fölírja a Facebookra, hogy nagyon hiányoznak az osztálytársaim, és hogy azért szeret iskolába járni. Mert hogy életkori sajátosság egy 13 éves gyerek esetében függetlenül az állapotától, hogy ő egy szociális lény, és a kortárs csoport hatása nagyon fontos az ő számára. Nem véletlen, hogy én már 10 évvel ezelőtt, amikor a Kézenfogva Alapítvánnyal kapcsolatba kerültem, már nagyon erősen elkezdtem azt mondogatni, hogy a normalizációról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy az iskolás gyerek iskolába jár. Egyetlen egy korlátja van, az életkor. 6 éves korától járjon iskolába, egészen 18, most éppen 16-ig kötelező, vagy ha sajátos nevelési igényű úgynevezett fogyatékos tanuló, akkor akár 23 éves korától, de járjon iskolába. Pont úgy, mint a testvérek, elmegyünk reggel, hazamegyünk délután. Ez egy normalizáció az ő életkorában. Egy később életkorban, ahogy felnőnek, mert pikpak észbe se kapunk, és már is elmúltak 18-20 évesek, akkor az a normális, hogy ahogy persze nem lesz feltétlenül egyetemi hallgató, de az a normális, ha el tud válni, le tud válni a családról, ahogy az egyetemista elmegy tanulni, és kollégista lesz, vagy albérlő lesz, és hétvégente találkozik a felmenőivel. Ugyanúgy egy fogyatékos ember esetében is nagyon fontos az, hogy le lehessen, leválhasson, hogy élhessen a saját életkori csoportjával, és természetesen az is jó lenne, hogyha valamilyen fajta munka tevékenységet is végezhetne, vagy munkajellegű tevékenységet, amit mi nagyon nehezen tudunk még itt elképzelni, de vannak nyugati országok, ahol ez nem annyira probléma, hogy ha valaki annyit tud, sőt, szeret és imád papírt tépni, akkor ezt lehet munkaszerűen végezni akár. Németországban a nagy intézményekben, ott is van még sajnos nagyon sok nagy létszámú intézmény, ahol felnőtt fogyatékosok vannak, és vannak ilyen papírtépő bajnokok, ez a munkájuk, amiből aztán összepréselve lehet készíteni akár tüzelőanyagot is a hulladék papírból. És ettől az illető személy boldog, úgy érzi, hogy hozzájárul a saját létéhez, ráadásul értelmes tevékenységet végez a nap X órájában, és akkor ehhez képest jöhet majd a szabadidő. Tehát nagyon fontos, itt ez a foglalkozási rehabilitáció címszó alatt szerepelhet, hogy a társadalmi integráció, társadalmi elfogadás, ha azt látom, hogy ő nem kiszolgáltatja magát és vár arra, hogy a sült galamba szájába repüljön, hanem akar az ember aktív, cselekvő lény, akármilyen állapottal is él, és meg lehet találni nagyon sok esetben valami fajta értelmes elfoglaltságot felnőttekre vonatkozóan is, de ahhoz az a szükséges, hogy már nagyon kicsi életkortól kezdve egy szélesen összefogó társadalmi környezet a segítségére legyen, hogy minél jobban, ugye mégiscsak az élet első éveiben és iskoláskorban is, nem azt jelenti, hogy később nem vagyunk képesek tanulni, de mégiscsak akkor vagyunk a legfogékonyabbak, a legnyitottabbak, amikor még a kisgyerek issza a világot, és ez vonatkozik a
sérült, fogyatékos, akadályozott gyerekekre is. Mutattam az előbb azt a környékben található személyi kört. Ugye nagyon fontos, ezek országos kutatási eredmények, hogy milyen szükségletek vannak a mindennapokban. Ugye ez a bizonyos gondozási, mindennapos tevékenységek, gondozási tevékenységek, önellátás, önkiszolgálás, úgy hívják ezt a NAD-ban, hogy praktikus és életviteli ismeretek. Ezen a területen nagyon nagy segítségre szorulnak a kicsi gyermekek mindenképpen. Ha időben elkezdünk okosan, jól segíteni, akkor egy bizonyos szinten azért csökkenthető az a fajta kiszolgáltatottság, ugye, hogy helyváltoztatás a lakásban közel a fele a vizsgált népességnek, aki ebben segítségre szorul. Étkezés, szobatisztaság, öltözködés, fürdés, tisztálkodás, és hát a kinti közlekedésben meg végképp, amiben persze nem csak a mozgásos akadályozottság játszott szerepet, hanem a tájékozódási nehézségek is. Itt elsősorban a családban élő gyerekeknél a szülő az, aki ebben nagyon sokat tud segíteni, hogy önállóbbá válhasson, és a személyi segítést csökkenthessük, hiszen az életminősége későbbi életkorban, amikor én már nem leszek, mi lesz ő vele? Erre gondolván kell nekünk abban már kicsi gyerekkorban teljesen ott lenni fejben, hogy azért is szükséges, hogy én ezen tevékenységekben a lehető legmagasabb szintre eljuttathassam a gyermekemet, hogy a későbbi életkorában egyrészt saját maga jó érzéséért, hogy ő föl tudja húzni az okniát például, vagy szájába tudja dugni a kanalat, nem annyira kiszolgáltatott, hogy saját kompetenciáját meg tudja élni, és nem lesz a környezetének annyira kiszolgáltatott, hogy még csak jelezni se tud adott esetben arra vonatkozóan, hogy ő neki most tele van a nadrágja, és vára, vagy nagyon szomjas. Tehát itt ki kell alakítani a csatornát, amin keresztül ő, ha aktívan részt tud venni, akármilyen kicsi együttműködésben is, akkor azt minél jobban erősíteni kell, és minél magasabb szintre juttatni. Ha viszont valamiben nem tud aktívan együttműködni, akkor legalább tudja a környezetének jelezni, mert ezek kényelmetlenséget okozó mindennapi szükségletek, amiben, hogyha nem kap valaki segítséget, az teljesen megnehezíti az ő hétköznapjait, meg a környezete hétköznapjait is, tehát ha fürdés, tisztálkodás, egy őrület és egy horror esemény minden nap, akkor valahogy meg kell találni annak a kellemes és jó részét is, de hogyha össze van gyűrödve az okni a cipőbe, és töri a lábat, és ezt ő nem tudja a környezetnek kifejezni, abból még sérülések is keletkezhetnek adott esetben. Tehát itt a környezeti körből ez a szűk környezet, az, aki ugye az alapvető biológiai szükségletek kielégítésében közreműködik. Van egy másik kör, egy másik táblám, ami a halmozottan fogyatékosok körében azt mutatja, hogy milyen gyakran fordulnak elő a fogyatékosságok, vagy most már modernebb megfogalmazásban a funkciózavarok. Láthatjuk, hogy a kommunikáció az majdnem 92%-ban fordul elő. Ezen belül, ha tovább bontanám, akkor mondhatnám azt is, hogy és 80% nem beszél. Tehát hallottuk itt az FSK-s törekvéseket, és halljuk folyamatosan az augmentatív és alternatív kommunikációval kapcsolatban. Ennek a népességnek, ha 2400 iskolás gyerek van, az azt jelenti, hogy abból 2000 verbális úton nem kommunikál a környezetével. Tehát igen nagy a szükséglet arra vonatkozóan, és a szakember szükséglet is, hogy valami más csatornán, nagyon sokféle, tehát a high-tech fejegér, szemegér rig bezárólag, a gesztus nyelv, ahol egyszerű gesztus jelekkel meg lehet tanítani valakit beszélni, az unokahúgom is így tanul beszélni, hogy gesztus jelekkel próbálja a környezete tudomására juttatni még azt is, amit belül érez. És nem csak azt, hogy most kérek inni, vagy mit tudom én, vagy de melegen van.
ő is sajnos csak 2 évvel ezelőtt kezdte, de ugye értelmi állapotát jól mutatja, hogy 3 hét alatt 55 jelet megtanult kapásból és első nekifutásra. Láthatjuk, hogy a mozgáskorlátozottság aránya is majdnem 3/4-es. Az értelmi fogyatékosság is magas arányban van jelen, és viszont nem mindenki értelmi fogyatékos vagy küzd intellektuális funkciózavarokkal. Ezek ugye kijelölik a mozgásos, kommunikációs és értelmi állapot javításához vagy fejlesztéshez értő gyógypedagógus szakember szükségletet, míg itt a szélén látható, ez már sok esetben egészségügyi kérdés, hogy járulékos gerincelváltozások, neurológiai elváltozások, mint epilepszia és hasonlók nagyon magas arányban fordulnak elő, ezek pedig a szakorvos, ja, és nem beszélve a fogászati problémákról, amiről tudom, hogy ismét lesz valami bemutató, szintén egy probléma, ezek itt már nem is szerepelnek ezen adat között. Tehát megint itt van az egészségügyi és a gyógypedagógiai szakemberek szükséglete és jelenléte. Röviden, és szívesen itt hagyom ezt a dolgot, hogyha valakinek kell, már hogy akkor bemásolom a gépre, és lehet, nem fogok gyógypedagógia történetet elővezetni, annál is inkább, mert sokkal fontosabb, hogy még filmezhessünk mi is, ha majd itt sikerül beélesíteni. Képezhetetlenség létezett nyugaton is, külföldön is, és kirekesztés. Amikor a köznevelés is kirekesztette egészségügyre, illetve a családra hárította ennek a felelősségét, de körülbelül vicceltek a kamaszok, a gyerekem korosztálya, hogy a világ vége azért maradt el nálunk 2012. december 21-én, mert 40 évvel le vagyunk maradva. Ha azt látom, hogy a 60-as, 70-es években az összes nyugat-európai és északi és amerikai és tengeren túli országban általános tankötelezettséget vezettek be, és azt látom, hogy 2013-ban a 2400 tanköteles korú halmozottan fogyatékos gyermekből még mindig csak 6-700 jár iskolába, akkor azt mondom, hogy 50 évvel vagyunk lemaradva, nem csak 40-nel. Hiába volt mindig rálátásunk ezekre a rendszerekre, oktatási törvényekbe iktatva megjelent, de ez azért valósult meg, hogy nem csak törvényi szinten keletkezett egy általános tankötelezettség, hanem a szülői érdekvédelem kőkeményen addig taposott, amíg tényleg mindenhol elérték azt, hogy a gyerek már pedig iskolába járhasson. Ugye valószínűleg találkoztunk különböző fórumokon, rádióban, tévében, újságban, ahol például a TASZ közreműködésével küzdöttünk 2 évvel ezelőtt a fejlesztőiskolai oktatás megmaradásáért. Most éppen frissen jelenthetem, hogy a mozgásjavító iskola, biztos mindenki látta, olvasta, hallotta a sajtóban, szakközépiskolája nem az egész 180 fős monstrum, hanem a 27 főt ellátó súlyos mozgáskorlátozott tanulókat idegen nyelvre, kereskedelmi ismeretekre oktató szakközépiskolát be akarták zárni, örömmel jelentettem, hogy megmarad. De ha nem szóltunk volna semmit, akkor sem, ha most nem indult volna el az az őrületes sajtókampány, ami volt körülötte, akkor valószínűleg szép csendesen úgy bezárják és küldik haza a tanulókat, mint a síc. Ott is a szülők kezdtek el nagyon keményen küzdeni azért, és aztán a szakemberek melléjük álltak, ugyanis a sorrend az arról szól, mert ha én azt mondom, hogy már pedig én akarok ide-oda, amoda egy fejlesztő iskolát, akkor azt fogják gondolni, hogy na, hülye szakember, biztos összeférhetetlen, aztán akar magának egy zsíros igazgatói széket. És azért küzd, hogy legyen ilyen iskola. Nem, a gyerekeknek legyen iskola, én nem akarok fejlesztő iskolai igazgató se lenni, mert köznevelésben most pláne nem, de az, hogy a gyerekem iskolába járjon, én vagyok a választó polgár, én vagyok az az állampolgár, akinek igenis ki kell követelni azokat a jogokat, élni kell vele, mert hogy a törvényes képviselők mi vagyunk, most nem a gondnokokról beszélek, hanem a kiskorúakról beszélek, ahol még egyelőre a szülő a gyerek törvényes képviselője.
Különböző tudományok különböző formákban viszonyultak, és ez mind hozzájárult ahhoz, hogy végül is már az elmúlt 50 évben van hova nyúlni, van mit nézni, nem kell kitalálnunk, feltalálnunk a csőben a lyukat és hasonlót, hiszen létezik a forma, és igenis minden gyerek járhat iskolába. Intézmények voltak, vannak és lesznek, de nagyon sokáig, a II. Világháború utánig, illetve 20 évvel ezelőttig, 1993-ban Magyarországon a képezhetőség az bizony egy határvonal volt, amire mindig azt mondom, hogy képezhetetlen gyerek nincs, csak képzetlen gyógypedagógus. Mert én nem találok eszközrendszert ahhoz, hogy őt képezzem. A hiba nem a gyerek készülékében tartózkodik, hanem én nem vagyok rá felkészült. Ahhoz képest most már azért elég széles szakmai ismeretekkel rendelkezünk, tehát a gyógypedagógus képzésben is oktatjuk, hogy mit kell csinálni a halmozottan fogyatékos gyerekekkel, hogy kell érteni az iskolát, hogyha nem tud ülni, fekve is lehet tanulni, oldalfekve is és hasonfekve is, vagy olyan ültető modulos kerekesszékbe, amiben meg tud ülni. Ilyen egyszerű a kérdés, tehát ezek nem lehetnek problémás dolgok. Rengeteg változás történt nálunk az elmúlt 20 évben, ugye tankötelezettség alól felmentés volt, de azért halmozottan fogyatékosoknak csak lettek tagozatok, lásd, a mozgásjavítónak volt a Csillagháza tagozata, ami most egy külön intézmény már, de ott már a 81-től felmenőben halmozottan, súlyosan halmozottan fogyatékos, nem beszélő, mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos gyerekeket láttak el. És hát, hogy most hol vagyunk, azt jelen pillanatban nehezen tudjuk kitalálni. Azt vártuk, hogy 2010-ben megérkezik a nagy fordulat, ezt már megelőzte 2002-től 2006-ig egy nagyon komoly lobby tevékenység, szülőszervezetekkel, nagyországos alapítványokkal, szakmai szervezetekkel közösen. 93-ban ugye képzési kötelezettséget vezettek be, és sikerült 2006-ra elérnünk azt, hogy ez már nem képzési kötelezettség, hanem fejlesztőiskolai oktatássá változott, vagyis elismerődött, hogy tanköteles gyerek iskolába kell, hogy járjon. Ez 2006-ban mondódott ki nálunk, mert a képzési kötelezettség a maga kis otthoni heti 3-5 órájával, köszönjük szépen, azért az messze van az iskolai nevelés oktatás lehetőségétől, a kortárs csoporttól és hasonlóktól. Ami baj itt történt 2006 és 10 között, ugye 6-tól lehetett, 2010-től meg kötelező volt fejlesztőiskolai oktatást csinálni, hogy az nem történt meg. Tegnap este töltöttem le a 2011-12-es oktatási statisztikai évkönyvből azt a lapot, amin össze van mosva az ellátás és a szolgáltatás. Nincs fejlesztőiskolai oktatás. 2010-ben 600 gyerek volt fejlesztőiskolai oktatásban, és a mostani jogszabály az átmeneti rendelkezéseiben azt mondja, hogy a fejlesztő nevelés oktatás 2014. szeptember 1-től kötelező. Addig a fejlesztőiskolai oktatás tovább lehet működtetni, működtethető, és már hallom sok helyről, hogy be akarják zárni a fejlesztőiskolai csoportokat, mert működtethető, vagyis nem muszáj a meglévőket. Viszont az egyéni fejlesztő felkészítést az átmeneti rendelkezés 2013. január 1-ig működtethette. Vagyis most nem tudjuk, hogy mi van. Mert azok a gyerekek nem mentek be az iskolába. Tehát a fejlesztő, én úgy értelmezem, hogy ha már ott van a gyerek, és van fejlesztőiskolai oktatás, akkor az működhet úgy tovább, azért működtethető úgy tovább, hogy nem kell most rögtön úgy átalakítani, ahogy megálmodta az új köznevelési törvény 15. paragrafusa. De ezt már most úgy értelmezik, több helyről hallom, fogyatékosok napközéjéből, Budapestről, hogy azt mondja, egyszerűen ott van a jogszabályban, hogy addig lehet működtetni, vagyis nem kell. Nem, muszáj. Jó, és akkor mi lesz addig a gyerekekkel? Arra bíztattam én a FENO vezetőjét, hogy azonnal szülők ombudsman. Mert hogy a gyerek tanköteles.
És most azt mondjuk, hogy nem működtetjük a fejlesztőiskolát, majd csak jövő szeptembertől, addig a gyerek hol teljesíti a tankötelezettségét? Hova vigyék? Akkor vigyék oda a csemetéket az ombudsman irodába, hogy akkor itt fogják őket addig tanítani fejlesztőiskolai oktatásban, vagy egyéni fejlesztő felkészít. Hol teljesíti a tankötelezettségét ez a 2500 gyerek? Mert majd csak jövőre lesz kötelező. Úgyhogy nagy bajba vagyok ez ügyben, hogy most merre is mozduljunk, és akkor azt mondom, hogy tessék szülők, itt a helyzet, lehet menni, és abban a pillanatban, hogy felbukkan a gondolat, hogy a fejlesztőiskolai oktatást, a csoportot itt is ül olyan, aki ilyenben dolgozik, abban a pillanatban szülők összefogás, ez a konferencia neve és címe, és irány mindenféle fórumokhoz, mert úgy látszik, hogy ez idáig is most már működött, tankötelezettség van. Ez büntető jogi felelőssége a szülőnek. Lecsukják az anyukát, apukát, ha a gyereket nem járatja iskolába. Kérdem én, hova? Hol van a fejlesztőiskolai oktatás? 2006-tól 2010-ig nem bírt létrejönni az a 400 csoport körülbelül, amelyik ellátná ezt a népességet, és ez nagy baj, és itt csak a törvényes képviselők léphetnek oda. Ezt most itt átugorjuk, és nem tudom, hogy mennyi percem van, mert jóval később kezdtem, úgyhogy akkor a filmet most nem kezdem el. Az 7 perc, visszajövünk mindjárt. Elmondtam ezeket is tulajdonképpen, hogy most fejlesztőnevelés van, vagy fejlesztőiskolai oktatás van, az egyéni fejlesztőfelkészítés megszűnt január 1-ével, jogszabály szerint 97. paragrafus bekezdésében. Itt szerepel a szöveg, amit az imént mondtam, és a statisztika alapján 393 csoportnak kéne ma lenni a 6 fős csoportok számolva, amiben más fellel felszorozva a pedagógus létszámot 590 gyógypedagógusnak kellene a súlyosan halmozottan fogyatékos gyerekekkel dolgozni. A statisztikában ez a szám, ez 364 gyógypedagógus. Kiszámoltam, hogyha a gyerekek többsége egyéni fejlesztő felkészítésben vesz részt, akkor a 2357 tanulóra a heti 8 órás egyéni fejlesztő felkészítés, ami úgy tűnik, hogy egyébként már nincs is, arra 910 gyógypedagógust kéne alkalmazni, mert a jelenlegi 364 gyógypedagógus heti 51 órát dolgozik. Hogy minden gyerek azt a minimális 8 óráját, akár otthon, akár egy szociális intézményben az egyéni fejlesztő felkészítését, ami törvényileg kötelező, megkaphassa, a 364 gyógypedagógus heti 51 órát foglalkozik a gyerekekkel, ezt követően dokumentál, készül, statisztikát, jelentéseket, fejlesztési terveket, felméréseket és satöbbit végez, tehát a pedagógus munkaórájával számolva legalább 800-nak kéne ezt teljesíteni. Ha minden gyerek fejlesztőiskolai oktatásban volna, 393 csoportban, oda csak 590 gyógypedagógus lenne szükséges, és a gyerek csoportban lenne, tanulnak kommunikálni, mert nem lehet beszélgetni, ha nincs körülöttem senki. Nem lehet szocializálódni szociális környezet nélkül. És sokkal jobb esélyekkel boldogulna később. Tehát a filmet, amit láttunk, és nagyon sok igazság volt benne, amit szintén a szülők fogalmaztak meg, azok az édesanyák, hogy megtanul közösségben élni, és utána már nem lesz nehéz neki adott esetben egy lakóotthoni környezethez adaptálódni, hogyha ez 18-20-25 éves korában következik csak be. De addig soha nem volt embertársi kapcsolatban egy szélesebb, nem csak a mikrokörnyezetével, hanem egy szélesebb társadalmi réteggel, akik a kortársak, hasonló emberek, mint ők, akkor viszont komoly nehézségeket jelent ez később. És mint tudjuk, a kitagolás újra zászlón van, tehát újra a nagy intézmények leépítése és a lakóotthonok létrehozása megint előkerült, hogy ezt igenis kell csinálni, függetlenül attól, hogy még Európában is sok nagy intézmény van. Megnézem, hogy a... Van hang most? Van. Na, hogy elindul-e innen.
benne van az egér is. Akkor innen indítjuk. Bizonytalan vagyok.